tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Kistarcsa város új képviselőtestületének alakuló ülésén. Először is megállapítom, hogy a testület teljes létszámban jelen van, és megkérem a testületet, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokat, illetve magát a forgatókönyvet a mai napnak, aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyöntetű igen, azaz 11 igen szavazattal elfogadtuk a napirendeket. Első napirendi pontunk az ünnepélyes megnyitó, amelynek keretében a helyi választási bizottság elnöke Gyolcs Géza tájékoztatja önöket az önkormányzati választás kistarcsai eredményeiről. Megkérem, hogy akkor vegye át a szót. Tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntöm a polgármester urat és a képviselőtestület tagjait, valamint a megjelent kistarcsai polgárokat. 2014. október 12-én került sor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választására. A választási előkészületek és a választás zökkenőmentesen a választási jogszabályoknak megfelelően zajlott le. Ezúton köszönöm a jelölő szervezeteknek és a jelölteknek a tanúsított jogszerű magatartást, a partneri együttműködést. A polgármester jelöltséghez 300 ajánlásra, az egyéni választókerületi képviselő jelöltséghez 11, illetve 13 ajánlásra volt szükség. A választási törvény módosítása következtében a jelöltek ajánló íven gyűjtötték a választópolgárok ajánlásait. A helyi választási bizottság 4 polgármester jelöltet, az 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, 7-es és 8-as számú választókerületekben 5-5 jelöltet, a 3-as, 6-os számú választókerületben 4-4 jelöltet, valamint mindezek alapján 4 jelölő szervezetet kompenzációs listáját vette nyilvántartásba. A szavazás napján a névjegyzékbe vett választópolgárok száma 9721 fő volt. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 3683 fő volt. 8 szavazatszámláló bizottság működött 59 fővel. A szavazatszámláló bizottságoknak ezúton köszönöm pontos, szakszerű és felelősségteljes munkájukat. A polgármester választás eredménye a következőképpen alakult. Döringer Károly, Jobbik Magyarországért Mozgalom 559 szavazat. Majsai Sándor, Kistarcsa Városért Egyesület 746 szavazat. Solymosi Sándor, Fidesz-KDNP 1484 szavazat. Kovács Gabriella, független jelölt 797 szavazat. Kistarcsa város polgármesterének a választópolgárok Solymosi Sándort választották meg. A 8 egyéni választókerületi képviselőválasztás eredményeként a következő jelöltek kapták a legtöbb szavazatot. 1-es számú egyéni választókerület Zsiák Péter Pál, Fidesz-KDNP 148 szavazat. 2-es számú egyéni választókerület Uvacsek Csaba, független jelölt 184 szavazat. 3-os számú egyéni választókerület Csonkáné, Kisréti Boglárka Katalin, Kistarcsa Városért Egyesület 170 szavazat. 4-es számú egyéni választókerület Solymosi Sándor, Fidesz-KDNP 168 szavazat. 5-ös számú egyéni választókerület Szemán Gergely, Fidesz-KDNP 202 szavazat. 6-os számú egyéni választókerület Juhász István, Fidesz-KDNP 140 szavazat. 7-es számú egyéni választókerület Csampa Zsolt, Fidesz-KDNP 136 szavazat. 8-as számú egyéni választókerület Zsiák Balázs, Fidesz-KDNP 124 szavazat. A kompenzációs listás mandátumokhoz a töredék szavazatok a következőképpen alakultak. Fidesz Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata Néppárt 263 töredék szavazattal nem kapott mandátumot. Jobbik Magyarországért Mozgalom 545 töredék szavazattal egy mandátumot kapott. Kistarcsa Városért Egyesület 684 töredék szavazattal egy mandátumot kapott. Magyar Szocialista Párt 521 töredék szavazattal egy mandátumot kapott. Az eredmények alapján a kompenzációs listán bejutott képviselők:
Döringer Károly, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Majsai Sándor, Kistarcsa Városért Egyesület, Juhász József, Magyar Szocialista Párt. A helyi választási bizottság nevében a polgármester úrnak és a megválasztott képviselőknek gratulálok. Az elkövetkező választási ciklusra jó eredményes munkát kívánok. Most pedig a képviselőtestület következő ülésének napirendjeként Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott eskü letételére kerül sor. Kérem álljanak fel. Felkérem a megválasztott képviselőket, hogy mondják utánam az eskü szövegét. Én. Becsületemre és lelki ismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Kistarcsa város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Foglaljanak helyet, megkérem önöket. Köszönöm. Kérem, hogy az esküokmányokat az eskütett képviselők írják alá, illetve vegyék át. Kérem először Zsiák Péter pár urat fáradjon ki. Gratulálok. Jó, köszönöm. Megkérem, Uvacsek Csaborot fáradjon ki. Gratulálok, jó munkát. Megkérem, fáradjon ki Csonkáni Kisréti Boglárka Katalin hölgyen. Tessék lenni. Gratulálok, és jól munkát kívánok. Megkérem Solymosi Sándorot fáradjon ki. Gratulálok. Köszönöm. Jó szépen. Szemán Gergely urat megkérem fáradjon ki. Gratulálok. Megkérem Juhász István rólad fáradjon ki.
gratulálok. Megkérem Csampa Zsolt urat, fáradjon ki. Gratulálok. Megkérem Zsiák Balázs urat, fáradjon ki. Gratulálok. Megkérem Döringer Károly urat, fáradjon ki. Gratulálok, jó munkát kívánok. Megkérem Majsai Sándor urat, fáradjon ki. Gratulálok, jó munkát kívánok. Megkérem Juhász József urat, fáradjon ki. Gratulálok. Most pedig felkérem Kistarcsa város polgármesterét, Solymosi Sándort, hogy tegye le esküjét, kérem álljunk fel. Én, Solymosi Sándor, Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Kistarcsa város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélye. Köszönöm. Fáradjon ki, polgármester úr. Gratulálok, polgármester. Köszönöm Gyorgy Géza úrnak, a elnök úrnak a ceremónia lefolytatását. És néhány szóval szeretném bevezetni a következő 5 évet. Az első mondat nyilvánvalóan a köszöneté. Köszönjük Kistarcsa város polgárainak a felénk irányuló bizalmat. Nagy felelősség kormányozni, vezetni egy várost.
Mi igyekszünk ennek a felelősségnek megfelelni. Kistarcsa fejlődését kívánjuk szolgálni, és azt gondolom, hogy egy összetartó, békés testülettel ez sikerülni is fog, és eredményekben gazdagra várjuk a következő 5 évet. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy az Élhető Kisváros programunkat folytassuk. Kérem, továbbra is támogassanak bennünket ebben. Ehhez mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és reméljük, hogy a megelégedésükre tudjuk folytatni tevékenységünket. Köszönöm, hogy meghallgattak, és most szeretném külön megköszönni Jós Géza úrnak és a Választási Bizottság másik tagjának. Hol van? Egy pillanatra, fáradjon már ide, legyen kedves, szeretném először a hölgyel kezdeni a köszönetnyilvánítást. Engedje meg, hogy nevében megköszönjem a helyi választási bizottsággal végzett áldozatok munkáját, ezzel a kis jelképes csoportra. Köszönöm szépen! És egy férfias virág helyett úgy gondoltuk, hogy talán a bor jobban szolgálja a köszönetünket. Köszönöm szépen. Köszönjük, elnök úr, jó egészséget kívánunk. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk alpolgármester megválasztása, illetve a polgármester és alpolgármester illetményének költségterítésének megállapítása, amelyek az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai. Az első feladatunk a szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztása, amelyre korábban tettünk javaslatot az előterjesztésben, tehát Csampa Zsolt, Uvacsek Csaba és Szemán Gergely képviselő urak személyében teszek javaslatot a szavazatszámláló bizottság tagjai sorába, aki elfogadja, kérem készen emeléssel jelezze. Ez 11 igen, egyhangú, köszönöm. A szavazás lefolytatásához pedig az előre elkészített szavazólapok kiosztásra kerülnek, majd lezajlik a titkos szavazás. A szavazatok megszámlálása után pedig kihirdetjük az eredményt. Akkor megkérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy ossza ki a szavazólapokat. A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy 11 darab érvényes szavazat érkezett. Ebből a szavazat aránya következő. 9 igen, és 2 nem szavazattal megszavazta a képviselőtestület alpolgármesternek a illetményét és az alpolgármester. Ja, személyét, bocsánat, személyét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Ez a 9-2 arány azért nagy öröm számomra, mert ugyan hatan vagyunk a testületben fideszesek, és innentől fogva én úgy érzem, hogy ez a döntés egy olyan döntés, ami egy első közös megegyezésként született.
ahogy az elmúlt években is az én ajtóm minden képviselőnek nyitva lesz, és bármikor, bármiben igyekszem nekik segíteni, amennyire tudásom erőmből telik, hiszen a feladatom a polgármester úr segítése mellett, én úgy érzem, hogy a képviselőtestületnek és a képviselőknek a munkának is a segítése, ezért, hogyha bármikor, bármire továbbra is számítanátok rám, akkor továbbra is várlak titeket ebben. Köszönöm szépen. Én is nagy tisztelettel köszönöm a képviselőtestületnek, hogy bizalmat szavazott annak a munkának, amelyet 4 éven át folytattunk, és amelynek eredményét azt gondolom láthatta az egész város. És azt is, hogy egy olyan segítőt kaphatok, akire bátran itt merem hagyni a várost, hogyha esetleg nekem valamilyen más várossal kapcsolatos képviseleti dolgom van településünkön kívül. Tehát még egyszer köszönöm mindenkinek a bizalmat, igyekszünk megszolgálni. Most megkérem az alpolgármester urat, hogy tegye le az esküt, mondja utánam az eskü szövegét. Én Juhász István. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat, Kistarcsa város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen. Itt kérünk egy aláírást. Első és alakuló ülésen kell határozni a polgármester és az alpolgármester illetményéről. A polgármesteri illetmény, illetve költségtérítés megállapításáról szóló határozatunk szövege a következő. Kistarcsa város önkormányzatának képviselő testülete Solymosi Sándor polgármester illetményét bruttó 523.500 forint per hó költségtérítését havi 78.525 forint összegben állapítja meg. Kérdezem, hogy a testületet, vagy aki elfogadja, kérem kéz felemeléssel jelezze. Egyöntetű igen, ha megengedik, tartózkodom. Köszönöm, tehát 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadva. Következik az alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása, ennek a szövege. Kistarcsa város önkormányzatának képviselőtestülete Juhász István alpolgármester illetményét havi 471.200 forint bruttó összegben, költségtérítését havi 70.680 forint bruttó összegben állapítja meg. Kérem a testületet, hogy aki elfogad, bocsánat. Én szeretnék ezzel kapcsolatban. Parancsolj. Először is szeretnék gratulálni Solymosi Sándor polgármester úrnak. Köszönöm. Alpolgármester úrnak és a képviselőtestületnek. Köszönöm. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim. Ott van a mikrofon, és akkor Józsi légyszeres adnál a dolgát. Nem vagyok elég hangos. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim, polgármester úr. Ehhez a ponthoz az alpolgármester illetmény megállapításához szeretnék módosító javaslatot indítványozni, mégpedig a következők miatt. Mint ahogy a Kistarcsa Városért Egyesület programjában is benne van, elsődleges célunk az volt, hogy a város kedvezőtlen gazdasági helyzetére való tekintettel társadalmi megbízatású alpolgármesteri kinevezés szerettünk volna. Ezt tudtuk, hogy az előterjesztés miatt is, meg egyéb okok miatt is nem fog működni,
kevés esélyét láttuk, hogy ez működni fog. Polgármester úr is az előbb említette, a hivatalnak elég sokrétű feladatai vannak, valószínű, hogy a közeljövőben is lesznek. Nehéz 5 év előtt állunk, és polgármester úr is elmondta, hogy miért van szükség főállású alpolgármesterre, hiszen nem mindegy, hogy kire és milyen időintervallumban bízhatja rá a hivatal ügyeit az ő távollétében. Javaslatunk ezért a következő lenne a főállású alpolgármester illetményével kapcsolatban. Javaslatunk tehát, a főállású alpolgármester illetménye legyen a polgármesteri illetmény 70%-a, azaz bruttó 421.418 forint, ami már a költségtérítéssel együtt értendő. Avval a javaslattal szemben, amit megkaptunk ugye, hogy bruttó 541.880 forint legyen költségtérítéssel együtt. Indoklásunk a következő. Ez a döntés, tehát a 90 és a 70% közötti alpolgármesteri illetmény különbsége havi bruttó 120.463 forint, amely véleményünk szerint igaz, hogy nem olyan nagy összeg, de jelentős megtakarítást jelentene az önkormányzatnak. Ebből akár biztosítani lehetne egy főállású teljes munkaidős közalkalmazotti munkabért vagy munkahelyet, vagy két részmunkaidős közalkalmazotti munkahelyet, vagy egyéb olyan fel nem merülő költségeket, amely az önkormányzat többletkiadásainak nyújtana segítséget. Tehát a költségvetésben biztos vannak olyan lyukak és olyan költségek, amikre nem számol az ember, és mindez előre láthatólag 5 éven keresztül történik. Tehát hogyha kiszámoljuk, hogy 120.000 forint havonta, az 5 évre számolva az nem egy csekély összeg. Nem beszélve arról, hogy a közép-magyarországi régióban közel sem lesz annyi támogatásunk, mint eddig volt. Tehát nagyon fontos lenne az, amit mindenki hangsúlyoz, hogy takarékosak legyünk. Én ezért tisztelettel kérem a képviselő testületet, a képviselő társaimat, hogy mindezt fontolóra véve átgondolt és felelősségteljes döntést hozzanak, és én úgy gondolom, hogy ez egy szép kezdeményezése lenne annak is, amit Kósa Lajos a választások után mondott, hogy szolgálnunk kell a választókat, akár egy munkahelyen is. Úgyhogy, és nekem még lenne egy mottom az eljövendő 5 évre, mely a következő, legyünk takarékos gazdái városunknak, és legyünk jó gazdái Kistarcsának. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a hozzászólást! Természetesen gondoltuk, hogy az egész testületülés, illetve az előterjesztések megtárgyalása nem fog hozzászólás nélkül lezajlani a Kistarcsa Város Egyesület szereplése nélkül. Én azt az egyet vitatom, hogy ez a város rossz anyagi helyzetben van. Egy rossz anyagi helyzetben lévő város nem tudott volna ebben az évben több mint 100 millió forint értékben saját erőből beruházásokat csinálni. Emlékezünk vissza, utak, járdák, és sok minden más is készült és szépült, nem beszélve erről a térről, ami éppen itt a Csigaházunk ablakából, illetve ajtajából, amelyben nincs elhúzva a függöny, akkor látható. És például az utóbbiban oroszlán része volt alpolgármester úrnak, a kigondolástól a megvalósításon keresztül az átadásig. Tehát én azt gondolom, hogy egy hasznos alpolgármesteri funkciót töltött be, illetve egy hasznos ember töltötte be az alpolgármesteri funkciót, és nagyon nagy segítség volt nekem a hétköznapokban. Az anyagiak mindig kényes kérdés, és mindig szeret az ellenzék egy kicsikét sarkítani és olyan összehasonlítást tenni, hogy ne érezze magát jól az, aki az előterjesztést készítette, és jó ilyeneket mondani, hogy egy vagy két közalkalmazati állás lehetne belőle finanszírozni, meg sok minden mást lehetett volna, nem tudom hány méter járdával többet fogalmazni, sok minden mást is lehetett volna. Én azt gondolom, hogy ha egy olyan alpolgármester jelöltről lenne szó, aki nem dolgozott az elmúlt 4 évben, akkor én is azt mondom, legyen egy kicsit több alázat, és ne azt az összeget célozzuk meg, amit. De itt azért 4 év munka letételre került az asztalra, hogy úgy mondjam. A választók is megmérték, hiszen újra beválasztották a 6-os körzetben, ahol ő tevékenykedett.
És ezért én nem nagyon akarom bőlére fonni a védőbeszédemet, úgymond az eredeti előterjesztés mellett. De én azt gondolom, hogy ennyit ez a város fölvállalhat nyugodt szívvel. Egyébként 1 milliárd forintot meghaladó a város költségvetése, és még egyetlen egy dologra szeretnék reagálni, az előttünk álló 5 évet én egyáltalán nem látom borúsnak, sőt, nagyon nagy reményeink vannak arra vonatkozóan, hogy más települések, nagyobb településeknél is örömmel üdvözlendő nagy beruházásokat várunk a településen, rendőrös, tornacsarnok, tehát épületenergetikai korszerűsítések, az uszoda fejlesztése, stb. Stb. Én azt gondolom, hogy ez nem egy borús jövőkép, hanem egy derűs jövőkép, és nyilvánvalóan azon leszünk, hogy ezeket a forrásokat, ezeket a fejlesztési forrásokat pályázatok segítségével megszerezzük a városnak, és tudjunk fejlődni úgy, ahogy megígértük. Tehát, miután a módosító javaslatot kell föltennem először szavazásra, tehát a Csonkáné Kisréti Boglárka által fölterjesztett módosító javaslatot teszem föl szavazásra, én a magam részéről ezt nem támogatom, aki elfogadja, kérem jelezze. 2, 3, 4, 4 igen, és akkor értelemszerűen 7. Nem. Bocsánat, a nemet kérjük. Tehát a nem. Mit nem? Most nem. Tehát a szavazás mikéntje az úgy zajlik, hogy a módosító indítványról most ti föltettétek a kezeteket az igenre, és most jön az, hogy ki az, aki nem támogatja a módosítást. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tartózkodás. Ja igen, 6, és akkor egy tartózkodással. Tehát a szavazás végeredménye, hogy mindenki tisztában legyen a végeredménye, 4 nem, 6, bocsánat, 6 nem, már a tartalmára gondoltam a nemet, 4 igen, 6 nem, és egy tartózkodással nem fogadtuk el a módosító javaslatot. Így az eredeti előterjesztést teszem föl szavazásra, tehát aki támogatja az eredeti előterjesztést, kérem jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkor 7. 7 igen, és akkor nem. 1, 2, 3 és 4. Tehát 7 igen, 4 nem ellenében elfogadásra került akkor ez az előterjesztés. Következik Kistarcsváros önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 53/2012 12. hó 20-i önkormányzati rendelet és más önkormányzati rendeletek módosítása. Kérem, aki elfogadja, jelezze. Ez egyhangú, 11 igen, köszönöm. És következik az 5. napirendi pont, tagok delegálása a Szilasmenti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási tanácsába. Erre azért van szükség, mert a ciklussal lejárt a mandátum, és meg kell hosszabbítani, illetve amennyiben más előtt van, akkor persze más előttekkel kell megtölteni tartalommal a tanácsot. Mi a korábban már gyakorlatilag több mint 5 éve ott dolgozó Juhász Istvánt, alpolgármester urat, Zsiák Pétert és Zsiák Balázs önkormányzati képviselőket javasoltuk, hogy folytassák a munkát. Egyébként körülbelül fél év van hátra ebben a pályázatban a munkálatokból, illetve a társulás működéséből várhatóan. Tehát ezúton is tájékoztatom a tisztelt megjelenteket, hogy várhatóan jövő év tavaszán véget ér az ivóvízminőség javító beruházás. Még egyszer, aki támogatja, akkor a előterjesztést kérem jelezze. Igen, Majsai Sándor képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Engedjétek meg mindenekről, hogy a polgármester úrnak gratuláljak tovább az alpolgármester úrnak és valamennyi képviselőtársamnak. Ezen belül azt is engedjétek meg, hogy dolyan a meg. Nem érdem, hanem egy állapot, hogy az újonnan megválasztott képviselőket is külön köszöntsem. Csonkának Kisréti Boglárkát, Döringer Károlyt, Csampa Zsoltot és Gergő barátomat, Szemán Gergő barátomat. Gratulálok nekik, és
sok sikert kívánok. A többi kollégát ismerem, és őket külön nem akarom felsorolni, de szintén gratulálok nekik. A módosító javaslatom, amit szeretnék beterjeszteni, az én úgy ítélem meg, hogy előremutató lesz. Remélem, hogy ti is így látjátok. A célegyenesbe fordultuk ezzel az ivóvíz minőségjavító programmal, és most jönnek a legnehezebb, legszakmaibb, legproblémásabb kérdések. Én tiszteletbe tartva és elfogadva a három szemét, akikkel előterjesztettetek, azt javaslom, hogy negyediknek vegyük be Uvacsek Csaba képviselőtársamat is, és néhány szóval szeretném megindokolni, hogy miért. Sanyi bácsi, ügyrendi. Nagyon szépen köszönöm a módosító javaslatodat, csak arról szeretnélek tájékoztatni, hogy az ivóvíz minőség javító társulásban úgy van a megegyezés kerepessel, hiszen 50-50%-ban vagyunk jelen, hogy három tagot adunk mi a társulási tanácsba, és egyet ők és négy tagunk, és a felügyelőbizottságban van fordított, három tagot ad kerepes, és egyet mi. Tehát nem is mód és lehetőség negyedik személyre, tehát csak arra van lehetőség, hogy valamelyik helyet javasolják. Köszönöm, polgármester úr, a figyelmeztetést, meg a jelzést. Nem volt az előterjesztés benne, én elolvastam, hogyha benne lett volna, akkor nem jelentkeztem volna. Úgyhogy hát emiatt sajnálom, mert szerintem, gondolom, ti is úgy vagytok vele, hogy a Uvacsek Csaba ért hozzá, mert korábban is már a vízműveknél betöltött a Kistarcsa képviselő testület nevében fontos pozíciót, lelkismertes, hasonló jellegű munkákat végez a magán területén is. Én úgy gondoltam volna, hogy ezen a nagyon fontos utolsó részhajrában kiegészülve csak előre vitte volna az ügyet. Úgyhogy akkor visszavonom, hogyha ez nem megfelelő. Köszönöm. Köszönöm én is. Minden szavaddal egyetértek, tehát vagy csak Csaba érdemeit semmiképpen nem akarjuk kisebbíteni. Viszont még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek a fiúk évek óta ott vannak a projektnél. Ez a pályázat, ez kétfordulós pályázat volt, úgy kezdte a pályafutását, valamikor 2007, Csaba jól mondom, 2007 környékén. És hát sajnos fordulónként eltartott két évig, tehát a második forduló után pedig egy, jól emlékszem, egy évig hiánypótlás volt. Tehát úgy mondom, hogy a gondok oroszlán része már lezajlott a pályáztatás során, mert ahhoz képest, hogy most a beruházással persze, hogy vannak problémák, hiszen mindig vannak, amikor valamit csinál az ember, azt szokták mondani, csak az nem hibázik, aki dolgozik, és az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Tehát itt most ezek a fiúk dolgoznak, és mi is tudjuk, hogy sokszor túl sokáig vannak nyitva azok a gödrök, és lehetne egy kicsikét gyorsabb a takarítás, és sok minden más egyéb probléma. Viszont a jó hírem az, hogy olyan vízkorlátozás és esetleg vízminőségbeli problémák, amelyek voltak annak idején a tolózárak cseréjénél, amelyek kényszerűségbe bekövetkeztek, olyanok már nem várhatóak. Majd lesz egy próbaüzem, de reményeink szerint ez észrevétlenül, tehát a lakosság negatív reakcióját mellőzve szeretnénk, hogy lezajlódjon, valamikor majd jövő év tavaszára ígérik ezt, illetve a napokban is lesz valamilyen mértékű. Tehát azt gondolom, hogy persze vannak problémák, nekik vannak hátra feladatok, de alapvetően a csövek le vannak fektetve. Az új épület részben, ahová befogadják majd a nitrát tisztító művet, az már ugye készen van. Azt gondolom, hogy a szerelése is a napokban elkezdődik és kivitelezésre kerül. Ezt követően pedig a most lebontott és majd későbbiekben újjáépített régi vízműépület teljes rekonstrukciójára kerül sor, és bízunk benne, hogy minden rendben lesz jövő év tavaszára. Akkor még egyszer köszönjük a három fiatalembernek a bizalmat. Azt gondolom, hogy nem kis teljesítmény volt ennyi idő. Tudom, de előterjesztem. Tehát nem kis teljesítmény volt, gondolnak bele. 2007-től, tehát 7 éve azért gyűrjük ezt a projektet, és akkor most teszem föl szavazásra, nem felejtettem el. Aki elfogadja a társulási tanástagságra vonatkozó előterjesztést, nem, más sem most gyakorlatilag. Bocsánat, köszönöm, akkor igen. Aki támogatja, akkor 11 igen. Én a nevükben is akkor köszönöm a bizalmat. Köszönjük. Köszönöm a testületnek a konstruktív, és ahogy én ezt éreztem és sejtettem, és önöknek is mondtam, egy összetartó
Békés Kistarcsa javát szolgáló képviselőtestületet választott meg ez a település, és én mindenkinek nagyon jó egészséget és jó idegeket kívánok a munkához. Az idegeket nem azért, mert nem hiszem, hogy egymással fogunk itt különösebben vitázni, hanem azért, mert a problémák megoldása mégiscsak egy idegi munkával jár, amelyhez azért néha be kell ágyazni ezeket az idegpályákat. Még egyszer köszönöm, gratulálok még egyszer mindenkinek. Önöknek köszönöm, hogy eljöttek és megtiszteltek minket az alakuló ülésen, és a továbbiakban önöknek is jó egészséget kívánok, és azt kívánom, hogy együtt tudjunk örülni a következő 5 évben minden olyan programnak, minden olyan fejlődésnek, amely városunk javát szolgálja. Köszönöm, hogy meghallgattak. Az ülés lezárom. Thank you.